Anya, most mindenhová követni fogsz, hagyjál már minket. Most azonnal megmondod, hova mész. Megmondtam, aki kihez. Nem hiszel. Akkor menj utána. Gerdőhöz mész. Különös játékot talál ki egy baráti társaság. Bárkinek megszólal a telefonja, üzenetet kap, együtt hallgatják és olvassák. A hétköznapi estén váratlan titkok tárulnak fel, évtizedes kapcsolatok kezdenek lazulni. Eddig úgy gondolták, jól ismerik egymást, ám lassanként elszabadul a pokol. A sztori a párkapcsolatoknak és a barátságoknak tart tükröt. Paolo Genovese 2016-ban készült filmje nagy siker volt a mozikban, és azóta a színházakat is meghódította. Egy olyan univerzális és szórakoztató történetet tudtak megírni és filmre vinni, ami hát a világon bárhol megállja a helyét, ugyanis párokról, házaspárokról van szó, és az ő titkaikról, és ezeknek a kapcsolatoknak a szétesésről, vagy felbomlásáról. Tehát olyan szóban a könnyű a rendező munkája, hogy egy erős történettel tudunk foglalkozni. Olyan szempontból van benne kihívás, hogy ezeket a kapcsolatokat minél rétegzettebben, mélyebben, pontosan elemezve vigyük színre, ami egyrészt szórakoztató tud lenni, másrésztről pedig az emberek hát magukra ismerhetnek. Az előadás olyan kérdéseket feszeget, hogy mit jelent őszintének lenni egy barátságban, szerelemben, feszült, abszurd, szórakoztató jelenetek követik egymást. A rendezőnek ez az első munkája a Nyíregyházi Teátrumban. A darab választása színház ötlete volt, a vezetőség felkérésére vállalta el a munkát. Olvasva a forgatókönyvet azt éreztem, hogy mind a színészeknek remek kihívás lehet, mind pedig talán a nézőknek jól fog tudni működni, pont emiatt a kettősség miatt, hogy nagyon mulatságos, jó helyzetek vannak benne, de közben valódi emberi sorsok és történeteket láthatunk. A főbb szerepekben Széles Zitát, Éj és Ákost, Kosik Anitát és Gulácsi Tamást láthatja a nagy érdemű. A darab premierjét december 10-én tartják majd a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.